Közegészségügyi központ ma reggeli adatai szerint Ukrajnában 3102-re nőtt a koronavírus fertőzések száma. A közlemény szerint ebből 93 eset halálos kimenetelű volt, és 97 személy meggyógyult. Egy nap alatt 325 új esetet vettek nyilvántartásba. Kárpátalján összesen 92 esetet rögzítettek. Megyénkben 3 ember halt meg a koronavírus miatt. Szájmaszkban és saját udvarukon. Így szentelték meg az ukrán-szlovák határ közelében található Kisszelmenc lakosai húsvéti kosarukat. A munkácsi római katolikus egyházmegye papja Teodor atya elmondása szerint az ott élő közösség egy része a római katolikus egyház tagja. Emlékeztetőül, a nyugati keresztény egyház tegnap ünnepelte húsvét első napját. A római katolikus Illár család udvarát látjuk. A megszentelésre kerülő húsvéti kosarat Viktor, a családfő viszi ki. Felesége Viktória elmondása szerint az egész család online nézte meg a húsvéti szentmisét. Nehéz, hogy most nem mehetünk a templomba a szentmisére, de jó, hogy legalább így meg tudták szentelni, és a család leülhet az asztalhoz. A pap házról házra jár, szenteléskor betartva a megfelelő távolságot. Balogh Erzsébet arról beszél, hogy készült az ünnepre, és hagyományosan mit tett a húsvéti kosárba. Csak házi készítésű ételeket tettünk a kosárba, mindent, ami itthon volt, mert a városba nem szabad kimenni. Tojást, húsvéti kalácsot, palasszsonkát, hústekercset, sárga túrót, kolbászt és bort. Most az ember sehová sem mehet, se a templomba, se sehová. Ezért nagyon örülök, hogy meg lehet szentelni a húsvéti kosarat az udvar közelében. Teodor atya szerint az egyház tagjait előzetesen tájékoztatták a húsvéti kosarak ilyesfajta szenteléséről. Kérték, hogy az udvart csak egy családtag hagyja el. Ez egy spontán ötlet volt, hogy betartva az orvosok által előírt egészségügyi szabályokat, mégis méltó módon végezzük el a szertartást. Az emberek komolyan vették a kérésünket, hogy ténylegesen csak egy ember álljon a kosár mellett az utcán, és azt is szigorúan csak szájmaszkban. Jó volt látni, hogy a család többi tagja az udvarról vagy a házból figyelte az eseményeket. Az atya elmondása szerint hasonlóképpen szentelte meg a húsvéti kosarakat Ungtarnócon, Sislócon és Gálocson. Usakova Oxana, Pojda Viktor, hírek a közmédián.